már nyílik a bodda. És csak az első virága. Ugye ez nem a gyalogbodda, mert úgy tudom, hogy ez mérgező. Nem, ez nem a gyalogbodda. A gyalogbodda eleve lágyszárú, ez pedig más. Teljesen más a levele, sokkal hosszabb, és a virágzata is nem ilyen tányérszerű. A virágát akkor érdemes szedni, amikor még belül vannak kinyílatlan limbók. Ez most éppen már szedhető. Vigyázni kell arra is, hogy ne tetvesedjen le. A tetvesedés előtt szedjük le a virágot. A bodzának a virágát és a bogyóját is felhasználjuk gyógynövényként. Tehát törpöt, sirupot készíthetünk, a bogyójából pedig gyógylek vár. A virága kurutoldó, köhögéscsillapító, megfázásos tálkeverékek alkotója, a bogyójának készült lekvárból pedig izzasztó, hashajtót készítünk. Nagyon finom élvezeti tea is, és nagyon finom a fagyia, meg a bodaszöp is. Köszönöm a figyelmet!